Már 80 Mikulás csomagot összegyűjtöttek, de kitűzött 200-hoz még szükség van felajánlásokra. 4 kecskeméti fiatal, Ficsor Hajnalka, Fogl Karolina, Hatfi Nóra és Gutyán Zoltán eldöntötte, hogy idén is tesz valami jót. Évek óta szoktam apróbb gyűjtéseket szervezni, és idén ez a kampány pattant ki a fejemből. Elneveztük rögtön Mézit Mosolyért Mozgalomnak. Szóltam rögtön 3 barátomnak, akik rögtön benne voltak a projektbe. Miután kitaláltuk az egész programnak a lényegét, elhatároztuk, hogy 2 kecskeméti intézményünknek fogunk segíteni, az SOS Gyermekfalunak és a Kecskeméti Kórház gyermekosztályának. Elhatározták, hogy a felajánlott Mikulás csomagokért cserébe saját készítésű mézes kalácsokat adnak, rögtön 2. Éppen ezért el is készítettek 400 darab süteményt, noha eddig csak a csapat felesütött ilyet, de nem ez volt az egyetlen nehézség. Mivel 4 vagyunk ebben a kezdeményezésben, amiben 2 dolgozunk, a másik 2 lány pedig iskolába jár, így elég nehézkes volt összeszervezni az időnket, de mindig úgy próbáltuk alakítani, hogy a sütések, díszítések, csomagolások alkalmával mind a 4 együtt tudjunk lenni, hogy minél több energiát tudjunk egyszerre beletenni. Mindenki elhozta az otthoni recepteket, a sütés után pedig a díszítésen volt a hangsúly. Mindig próbálkoztunk a receptekkel, mi 2 még nem sütöttünk előtte. A díszítés az megint ugyanúgy volt, hogy amikor elfogytak az ötletek, akkor mindig egymástól csentük el a kis formákat, mintákat, mindent, amit csak tudtunk. De össze sikerült hozni, a mézes kalácsok már kész vannak, úgyhogy már csak a csomagokat várjuk. A fiatalok a kezdeményezésben segítséget is kaptak. Már Kornél általános iskolában a hittantanárom volt, és akármilyen ötlet kipattan a fejemből, mindig neki szólok, és nagyon szívesen segít nekünk. Most is kiderítette, hogy a 2 intézményben körülbelül hány gyermek van, ez körülbelül 150-160 gyermeket jelent, de nekünk nem nagyon tetszett ez a szám, így kerekítettünk rajta, így 200 Mikulás csomagot céloztunk meg, ebből már nagyon-nagyon sok csomagunk van, körülbelül olyan 70-80 csomag van már nálunk jelenleg, és nagyon sok csomag van úton. A kezdeményezés túlnyúlik Kecskeméten. Dabasról, Kerekegyházáról, Tiszakécskéről, sőt, Angliából is érkezett felajánlás. Mák Kornél alpolgármester elsősorban a kapcsolattartásban segíti a csapatot. Megkerestek ebbe az ügybe, ugye próbáltam számukra segíteni abba, hogy a kórházzal, SOS faluval kapcsolatot találjunk, hát Svébis főigazgató úr is például nagy örömmel fogadta a kezdeményezést. Az alpolgármester büszke arra, hogy volt tanítványa és barátai indítottak jótékonysági mozgalmat. Számtalan olyan vélemény van, hogy a mai fiatalok érzékenysége az már csak a virtuális valóságok felé fordul, és nehezebben inkább a segítségadásra, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy igenis megvan a fiatalokban a kezdeményezés, és ott van az a szándék, amikor a másikon segíteni akarnak. A felajánlott csomagokat a Hornyik János körút 1 szám alatt az átriumban lehet leadni. A Facebookon pedig szívesen válaszolnak a kérdésekre a fiatalok.